stb. A kiinduló pont, amiről nagyon kevés hír hangzott el, vagy én azt gondolom, hogy szinte semmi, az abból úgy indult, hogy a Orbáni változások első lépése, hogy megváltoztatta a nyugdíj számítási rendszert. Ennek a megváltoztatásának a rendszernek az a következménye, hogy ha nem változtatta volna meg, ma több mint két havival több nyugdíjat kapnának az emberek. Tehát ő nem egy 13., amire ő hivatkozott, és hogy ő megvédi, hanem az elmúlt 10 évben több mint 2-3 havi nyugdíjat vett el. Igen. A nyugdíjasoktól. Tartsanak továbbra is a DK Szubjektívvel, tudják, mostantól van mit nézni.